Na srácok, nosztalgálja folyt köv, és hogy az előző rész végén ígértem, farmoltam egy picit, és most kivételesen tényleg egy picit, mert egy szintet kellett lépnem ahhoz, hogy ezzel a rúnával a teherbírásom 70%-on legyen. Úgyhogy tudom hordani a teljes armor szettet, úgyhogy nincsen fetrol. Úgyhogy, most viszont megyünk a piac felé, ugyanis arra kinyílt nekünk egy továbbvezető út, úgyhogy most arra fogjuk venni az irányt, és megnézzük, hogy mi vár ránk ott arra. Úgyhogy szépen szaladjuk meg ezt az utat. Na, szóval, Ati nekem már annyit elmondott, hogy ez a terület is nagyon kellemes lesz, és fogom szeretni, úgyhogy örülök neki, hogy így a játék a vége felé kezd kicsit átmenni Ganéba, de nem baj, szeretjük a kihívást. Mi ütök kettőt, mikor tudom, hogy egybe belehal? Na mindegy. Ups, ez egy picit fájt. Még annyit egyébként megnéztem kamerán kívül, hogy mi van akkor, hogyha ez az armor van rajtam, és mi van akkor, hogyha a Death Space armor, amit eddig használtunk, és az ég egyet a világon semmi. Picikét jobb a védelmem ebben, ennyi. De az a helyzet, hogy azt hinni az ember, hogy jó van, megvan az itteni Havel páncél, és akkor majd olyan poizod lesz, hogy nem igaz, de olyan staggert kapsz, hogy ugyanúgy nem bírsz megmozdulni. Szóval azt hinni az ember, hogy jó van, majd ebben a páncélban nem szakítják meg a támadásodat, de ugyanúgy megszakítják a támadásodat, mint hogyha pucér lennél. Ez akkora fikázás a Dark Souls-nak, meg a poise rendszernek, hogy nem igaz. Na mindegy. Na szóval akkor ezt itt megnyomtuk, hát ha meghalnánk, bár kétlem. Jó van, utolsó mondatok egyike. Szóval merre van az a rohadt izé? Erre. Igen. Eddig jó az irány. És itt kell elmenni. Lefelé. Te árulsz egyébként valami új dolgot? Nem is lehet már veled beszélni se. Na bazzeg. Akkor most már nem lehet boltolni. Az kellemetlen. Mert ugye visszamentünk az előző részben a erdőbe is, meg itt a piacon ugye a szíves házzal szemben lévő, hát ilyen alagút bejárathoz. Mert én azt hittem, hogy amikor ott azokat a pixelfonalakat elvágtuk, hogy majd azok az utak megnyílnak, és rohadtul nem. Hát ez kellemetlen volt. Meg ez is. Ez nem tudom, hogy nem találtam. Jó. Azt mondja, hogy erre tovább. Na, szóval mi van itt bent? Ó, bazd meg, én már látom. You can do it. Aha. Sense Fortress, te vagy az? Ó, bazd meg. És gondolom nem nagyon érjek hozzá, mert az úgy insta halál. De jó, ott szemben még golyó is van. Az még kellett. Jó, átjutottunk. Sense Fortress golyók, te vagytok azok? Ez az ragozás volt, te vagytok azok. Jó van, reggel van még. Tényleg, ha már reggel van. És ébresztő.
Ez kell. Na. Anyádat ijeszgeted. Jaj, de jó, hogy ez most még mozog is. Az még kellett. Oh, hello. Kösz. Wow. Jó, kérem vissza azt az egy hilt. Kösz. Try below something good. 14 pozitív értékkel, és se van anyád picsáját, lenes! Még én lettem az Aquaman. Miért nem halálos a víz? Secret area. Menj már! Ó, egy rakat zseblő élek. Nagyon jó. És ezek a nagyobb fajták. Te nem akarsz felvinni? Kösz. Jó, és most hol vagyok? Hát ezt nem akarom kipróbálni, hogy mennyire fájdalmas, úgyhogy inkább nem mennék bele. Anyádat! Hogy itt jön egy golyó. Honnan? Ja, hogy úgy. Jó van. Uh-oh. Na most az a baj, hogy... Oké, valószínűleg erre kell menni. De... Engem az érdekel, hogy mi van akkor, hogyha fönn nem esek le? Meg mi volna akkor, hogyha golyó nem csapna agyon? Hát ezt már sose tudjuk meg, mert nem lehet vissza felmenni. Hát jó. Most már értem, hogy Ati miért mondta azt, hogy szeretni fogom ezt a területet is. Ó, de jó. Try left. Something good. Itt ki lehet kerülni? Ja, itt ki lehet kerülni a csapdákat, de én ezt az itemet azért felvenném. Extra item, nagyon jó. Azt te miféle vagy? Anyádat. Megütött és nem fájt. Az hogy lehetséges? Szépen mellé ütöttél amúgy 2 centiről. Ez folyamatosan szopja a HP-mat, az nem jó. Ilyen effektet most kaptam be először, erre van valami gyógyszerem amúgy. Van. Oké. Okay. Jó, hát... anyádat már. Hol van? Én akkor ezt a pilt ide beraknám. Van egy olyan érzésem, szükségem lesz rá. Az anyád úristen haragját. Figyelj már, gyere már ide. Őt nem csapják agyon ezek a csápok? Hát úgy látom, hogy nem. És ez bánt? Ó, hogy ne bántana, nem is kicsit megy fel a build-up.
az mi az Isten? Ez elakadt benne. Bántani nem bántja, de megakassza. Már az is valami. Ú, ez nagyon jó. Ez kell nekem. Jó, itt golyó. Ó, ez nagyon kellemes hely. Aha! Yeah. Ott vagy! Halljál össze! Blood of a, mi? Blood of a. Every bleeds. Isten, ez a leírás. Lényegében bleedet rak a fegyverre. Jó, ez mi? Bad dream. Ez ilyen Sweet Dream paródia akarna lenni? Nem tudom, hogy milyen spear. Bad dream. De jó, most húzhatom meg újra ezt a fenti részt. Ez a nyelda. Golyó. Még az a szerencsé, hogy ezeket itt ki lehet kerülni. Nagyjából. De az ott az mi az a piros forgó armor? Tiszta kvék. Nézzük, majd most jön a golyó, hogy elindultam. Tehát... Ó, nem véletlenül dobálja a játék ezeket a pilleket. Megvarázsoltál, vagy mi? Igen. Hallod? Ne legyél már ennyire paraszt. Nem tudom, de felvettük. Az anyádat. Le ne lök! Gyors heal. Na most azt kéne kitalálni, hogy merre tovább. Itt nincs semmi. Golyó? Megvárom, mert úgy látom, hogy kettesével jönnek. És a második golyó után van egy szünet. Jön már, hallom. Egy. És jön a második. Bizony. Jó, és akkor most. De mi van, hogyha erre jövök? Hello? Azt a kurva anyádat! Az a baj, hogy itt sötét van, és nem akarok leesni. Az ilyen varázslószerű, nem? Az hát.
Yes, chap. Na, szóval. Ott is csáp van. Csapdos se nyugodtan. Szóval mi van akkor, hogyha én itt erre eljövök? Vagy ha én így elfordítom a kamerát, így olyan, mint hogyha itt tovább lehetne jönni. Ó, baszki. A fákjával már petrol van. Ott vagy. Azt a... Na most hír. Ott van, nagyon jó. Kell a charge heavy. De jó lenne azt innen ledobálni. Ebbe én belemehetek? Bele. Ott állok a testében és mellé ütök. Hogy van. Probléma. Adja ilyet. És ha elnyomok még egyet, akkor gyorsabb a hatása. Nem. Gondolom arra megyünk majd tovább. Az anyád hat! Hát ez így marha jó. Golyó. Na jó, én azzal a tárgyal nem akarok foglalkozni. Engem az érdeke, hogy most ne halljak meg. Oké, eddig jók vagyunk. Szóval nem tudom, hogy az armor az mit csinál. Felvettem azt, csókolom. Ott is van egy tárgy. Ott marad. Bazd meg, lyuk! Bazd meg, csáp! Bazd meg, méreg! Jó! De hogy gurul fölfelé a... Na mindegy. Valami oknál fogva, ott valami antigravitációs téma van. Felfelé gurul a golyó. Oké. Itt most miért nem megy föl? Ez valami? Nem, az ott semmi. Victoria Head, kösz. Ez az. Add ide. Kösz, kösz. Ez nagyon kellett. Rest. Remember sword. Melyikre? Itt, ahol állok? Mm-mm. Haver, ez nem nyert.
Van még. De még nincs vége. Mi van fönt? Oké. Az érdekes volt. Loading. Szóval mi van itt fönt? Souls-like. Oké. Hát ez egy ilyen... Hát ez csak egy kis jelentéktelen ház, semmi lényeg. Nem, mögötte meg a Sense Fortress van. Végül is tényleg egy jelentéktelen kis házikó, semmi több. Jó, hát van egy shortcut a piac térre. Végül is csak bejöttünk kb. Diablo otthonába. De ez egy jelentéktelen ház. Aha. Mire figyeljek elől? Adjál már. Ez mi? Aha. Jó, csak kipróbálom, hogy mennyire fáj, hogyha belemegyek ebbe a lávába. Hát, kellőképpen fáj. Akkor nem nagyon fogok benne rohangálni, én úgy érzem. Halló? Ott már valami csápol. Ja, az a hülye ellenfél. Ah. De mit csinálsz? Ó. Ó. Belengedi a ketrecet a lávába, az miért jó? Hagyjál már! Oh-oh, jött még egy. Ez honnan került ide? A csiszolt fognak a hideg energiát ad. Nagyon jó, teszem. Ja, nem erre. Szóval erre. De vedd már két kézbe, légy a kardot, kösz. Egy az egybe Dark Souls egy amúgy. És ott lent a híd alatt is van egy tárgy. Biztos, hogy nem fogok befutni érte. Ez ki van csukva. Felőlem aztán ettől jobb armor is lehet ott. Nem. De honnan jött a haverja? Ó. Ja, hogy abból. Az előbb teljesen más jött ki belőle. Na jó. Ezt ki kell próbálnom. Jó, nem történt semmi. De miért? Miért?
Hallod, immunis vagy a lávára? Te csaló! Már ereszti le a ketrecet. Az anyádat. Rettenetesen nagyon fáj, amit csinál. Hogy tudsz mellé jutni? Igen, az ott csapdos. Látom, az egy ember. Kicsit érdekesen jöttél ki abból a lyukból. Hallott egy húsit. Most sose baj. Az anyádat! Jó? Ja, és forogsz velem. De jó vagy. Viszont megérte felvenni. Eléggé hasznos tárgy. Az anyádat. De meg tiszta Half-Life, rohadt csápok. Beacon! Kérek egy beacont. Ó, úristen. Beacon helyett kaptam egy rakat ellenséget. Ezt mellé dobom. Jó. Ez hamar lesz. Ott vagy! Jó. Várunk egy picit, és most. Azaz, gyönyörű. Ja, ezt az előbb olvastam. Az meg varázsló lesz. Remélem több haverja nincs. Itt állok mellette és mellé üt. Valakit hallok lépkedni. Jaj, de jó. Jaj, de jó, fel lettél buffolva. Mert eddig nem volt elég tápos, ugye? Jó van, hál' Istennek lejárt róla. Meghalsz! Aha, és itt van a tárgy. Other brother. Kicsi ezek a nevek. A Chef Village-ben van. Biztos nem megyünk most oda-vissza. Ó, köszönöm. Na ez. Na ez kellett már. Jó. Tudok szintet lépni? Most ez komoly. Ez ad egy 1000-es. Nekem csak 200 kell. De mi? Na mindegy, várjál. Ez mennyit ad? 2000. Akkor azt nem nyomjuk el. Hogyha ilyen 10000-es lett volna, akkor elnyomom. De így nem. Jó, level up, és akkor adjál még teherbírás. Így lemegyünk 68%-ra. És...
Megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha 76%, aha, az kell még nagyon 70% alatt legyünk. Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy mi van akkor, hogyha kiveszem, akkor visszarakom az XP rúnát. Aha. Hát ez csodálatos volt. Azaz buffolt föl. Meg őt is. Nem szeretem ezt a fajta ellenfelet, undorító. Hallod, visszatöltött a HP-ja. Ha itt meghalunk, nem gáz. Inkább leülök. Jó, az a buff, amit rádob a varázsló, az nem valami jó. De őt kéne bejelölni. Na mindegy. Jó, mínusz egy. Nem is tudom, hogy kéne oda menni hozzá. Az anyádat! Hillelt rajta annyit, hogy nem volt elég egy vágás. De ne híled már őket, könyörgöm. És annyi életük van, hogy már fáj. Megkeresem ezek, hogy lehet oda fölmenni. És kinyírom. Mi van? Megindult a lávának a szintje főfelé. De is elég jól. Ő nem. Ő belehal a lávába. Futás. Ó, de jó lesz. Komolyan először azt hittem, hogy mint a Nintendo-s korszakban emlékeztek, így a láva megindul fölfelé és menekülni kell. Fú, de utáltam az olyan részeket. Csak az egyik őtök, jó? Hamar lesz ez, és annyira éreztem. Ott vagy! Nyasz! Oké, az hasznos. Ilyen piros támadást egyébként csinálhatsz még. Mondom, olyan pirosat. Jó, akkor ne. Viszont jó, mert ezeken lehet farmolni az ilyen méreggyógyszert. Úristen. Na jó, gyere ide. Biztos, hogy nem megyek oda megküzdeni vele. De hogy te varázsló vagy, akkor te biztos, hogy nem fogsz ide jönni.
Némi heal. Aztán futás. Jaj, de jó! Ez még nagyon kellett ide. Hogy most csak egyet szúrt el, meg most is. Au. Jó, heal. Nyugodtan vagyok, hogyha tele van az életem. Nem sokkal, csak egy picit. Valami shortcut félkén. Pénz kéne az égből. És sose jön be. Ide egy láda. Négyezeré. Egyetlen. Mi volt benne? Momentum increase. Hát ez egy picit érdekes fejem fölött, nem? És ez a szoba, ez itt ennyi? Emlékezni itt bármire esetleg? Mi történt? Itt lépkednek fölöttem. Valami fura történt, nem tudom mi. Hiszem, hogy ez majd valami lift lesz, hogy azt hallom jönni, és akkor majd innen el tudok menni akár bárhova is, de nem. Jó, akkor megyünk ott föl. Golyó. Nem, golyó nem jön. Cserében mindenhol méreg van. Hiha. Hiha! Az a baj, hogy innen nem fogom tudni megdobni. Kifogytunk. Jó, őt ki tudtam kerülni. Be tudok menni a hátam mögé észrevétlenül? Igen. Ilyen vaksi. Add már ide, kösz. Akkor ő hátam mögé is érdemes lenne bemenni, nem? Nyasz! Halál. Jó. Először azt hittem, hogy az ott egy ajtó.
Most döntsd el, hogy merre kell me... Ez hova hoz? Hello? Sadness. Emlékezzünk valamire? Esetleg. Van nálam olyan tárgy, amire lehet? Nincs semmi olyat, nem találtam azóta. Egy esernyő. Remember armor. Itt. Melyikre? Vagy már meg van rá emlékezve, vagy még nincsen nálam. Azt hittem, hogy ez egy létra, hogy itt majd föl lehet mászni. Tökre adná magát amúgy. Ezt szét lehet törni? Bocsánat. Tehát mi van, ha felmegyek? Buli van. Jó, szerintem erre kell jönni, úgyhogy megnézzük, hogy mi van arra lefelé, ahova azt írta a játék, egy halál. Na várjál, még itt sem voltam. Jó, tudja, hogy akkor erre kell jönni majd. Úgyhogy kíváncsiból megnézem, hogy mi van lent. Itt van egy lépcső. Ó, de jó. Tehát van hülye gyíkember. Még egy hülye gyíkember. Aha. Tanítsam már meg a levegőben járni. Buta. Miért vagytok ilyen sokan? Az mondjuk nem rossz. Hát ha nem haragszol, én abba ott nem mennék bele. Bár mondjuk nem véletlenül nyílhatott ki. Gondolnám, hogy egyszer élünk, de... Na, faszom belé. De ez itt nem is fáj. Érdekes. Ez érdekes. Szerintem az előző szoba, ahol mondtam, hogy lift meg ilyenek, az szerintem közvetlen ez alatt volt. Szerintem. Na jó, gyere. Így kéne a többit is. Badni a Lucky kritikát, aztán csókolom. Azt te honnan kerültél elő? Vagy minimum el kéne találni. De
De ne akkor add már be a kritikát, amikor amúgy is már együttés. Ezt hogy veszem fel? Ja, látom. Jaj, te így megrágsz. Ne rágjál meg. Az nem jó. Fegyverfejlesztő. Mondjuk igazán már szükségem nincsen rá, mert maxosak vagyunk. Már ami a fegyvert illeti. Nézd meg, hallod, ott van elbújva. Beleolvadt a környezetbe. Cső. És van egy repedés. De jó. Ki lehetett volna kerülni a gyíkembert? Aha, itt már szól a buli, lehet hallani. Szerintem, hogyha engem itt bebörtönöznének, én ezt a cellát kérném. Tudnék hallgatni egész nap zenét. Na, ez is érdekes. Elég erős környezetváltás. Na, itt valami emlék. Mondjuk nem nagyon szedtem már fel mostanában tárgyakat, úgyhogy... Kétlem. Interesting. Sushi. Jó. De nem tudom, minek nézem az inventory-t, hogy meg tudok emlékezni különböző tárgyakra, amikor... Nincs. Illetve hát vannak, de azok meg nem ide szólnak erre a területre. Na jó, van, nézzük meg, hogy mi a buli témája fent. Ezt muszáj. Találtunk egy ilyen láncos bikinit. Ez a pályatervezés kellőképpen elborult amúgy. Victoria Head. Happiness. Itt erre? Boldogság van? Miért? Annak a tárgynak fogok örülni, vagy hogyha tovább... Megyek. Igen, annak fogok örülni, hogyha itt tovább megyek. 600 lakat van egyébként az ajtón.
Yes! Rest. És én azt mondom, hogy zseblélekből van már nálam bőven. Lépjünk egy szintet. Jó, és akkor azt is teherbírásra rakjuk. És akkor így vagyunk most 65%-on. Egyébként tök jogos a kérdés, hogy ez miért van itt. Csak azért, hogy lelassítson, és ezzel kelljen bohóckodni. Jó. Akkor nézzük meg, mi van ott bent. Boss! Hello! Üssél már! Mennyi életed van, úristen! Hol vagy? Az anyádat! Ez a csávó komolyan a Super Mario-ból egy cső... csapdos? Amúgy. Mondom, a Super Mario-ból kiszedett egy csövet, az azzal csapdos. Ott jön. Fú! Még majd úgy lehet, a Mario is benne van abban a csőben. Jó van. Úgy érzem, hogy... az csávó, az kemény lesz. Az meg annyi élete van, hogy az már nem igaz. Nem tudom, hogy fogom legyőzni igazából. Kurva sok élete van. Sárjatok, nem megy. Összement. Így már jobban sérül. Stamina. Aha, meg fürgébb is. Hey! Gyere már vissza! Visszatöltött egy csomó életet, meg visszanőtt. Ez tényleg Super Mario.
stamina. Hát én egy picit megdobálom. Hát, így legalább kiröhög. Milyen hülyeséggel próbálkozom. Spammelem a B-t, hogy majd eldodzsolok, és nem. El se értél. Mellé csapkodok! Megint elment. Na gyere le, nem csinálod, fúj! Ha, elromlott a gombája. Obba, az meg előveszi a csillagot. Életet töltök, ha nem bánod. De rohadt Mário szökevény! Nem! Nem! Nem egy HP! Ott vagy. Hát ez... meghúrt. Ó, és megkaptam az armoriát. Pipe player. Aha. Andam én Super Mario. Take throne. És ha nem, mi van, ha tovább jövök? Bazzeg! Ez... és ez végig itt volt. Lies open for you, hero. Enter it when you are ready for all of this to end. Level up. Rohadt gomba. Úgy 63%. Akkor most kell ide lejönni? Beer down. Visszaadom el a memóriát, a, vagy az emlékeket a világnak? Igen. Azt mondja, ez a játék végét jelenti. Biztos vagy benne? Igen. És így ennyi is, a cinematic se semmi. Hát akkor ezt végig toltuk. Hát srácok, ez egy kurva jó játék volt amúgy. Na jó. Ezt picit közelebb húzom, így. Szóval...
Itt vannak a hangok. És nincsen közte egy olyan név se, akiket így le kellett győzni menet közben, azok az NPC-k. Itt ez a Brittany, Clarkson, meg a többiek. Azokat keresem igazából most, hát ha... Nem hiszem, hogy azok ilyen random nevek lettek volna. Special thanks! Hittetek a mi az a kés From Software? Jó van, ez jó, ez tetszik. Én nem tudtam egyébként, hogy a játékfejlesztésben besegített a From Software egy picikét. Hát, hogyha nem is segített be nekik, de gondolom valami tanácsokkal, meg ilyenekkel látták őket. Azért volt ez annyira Dark Souls-os, meg jó, hát nyilván egy Dark Souls paródia volt az egész. Na, jól van, akkor ezt végig toltuk. Na, srácok, úristen, ez a játék. Ez kurva jó volt. Most tudom, hogy tudnék-e felhozni negatívumot, mert ami negatívum vagy rossz dolog van, amit fel tudnék hozni, az szerintem nem a játék hibája, hanem a szimplán ilyen. És fikázza a Dark Souls-t ezzel. Tehát most például mondhatom azt, hogy itt volt ez a baszó páncél, és nulla poéza van. Vagy a hitboxok néha olyanok voltak, hogy az undorító, tehát hogy ott állok a csávónak a testébe, megütöm és el se találom. Meg elém ütnek és fáj. Tehát ez szerintem szándékosan ilyen. A pálya dizájn az valami zseniális volt. Annyira jól össze voltak illesztve a különböző pálya részek, hogy hát szerintem a Dark Souls-ok sírva könyörögnek a receptért, mert ez kurva jól össze volt rakva a pálya. A helyszínek változatosak voltak, a játéknak a poénjai jók voltak, nagyon... A narrátor egy idióta pöcs volt végig. Úgyhogy én bátran ajánlom igazából mindenkinek. Content az volt benne bőven, mert mondom, tehát magán a játékon, hogyha végig akarsz úgymond szaladni, akkor összességében egy olyan, és tényleg viszonylag hamar lecsapsz mindenkit, és nem ütközöl komolyabb akadályba, egy olyan 5 és 8 óra közé tudnám tenni a játékidőt, de hogyha úgy játszod, ahogy én, hogy menet közben leszarod a Remember részt, és nem emlékezel meg a tárgyakra, és utána külön végigszaladsz a pályán újra, úgy azért van benne content, és meg tudod toldani a játékidődet. Tehát azért úgy raktak bele bőven. A fegyver választék jó volt, a páncél választék szintén jó volt, a buildelés elég jól működött benne. A bossoknak a száma volt talán egy picit kevés, de mivel egy indie címről van szó, nem is feltétlenül egy hosszú játék. Tehát nyilván egy rövidebb játékot nem fognak szarásig pakolni bosszal, de ez így volt jó. Mondom, a Remember rész az nagyon tetszett, hogy a pixeles tárgyakból lett picit modernebb kinézetű, ezáltal változott a statja. Tehát szerintem ötletes volt. Úgyhogy mondom, én bátran ajánlom minden Souls-like fannak. Most viszont, mi van akkor, hogyha rányomok a folytatásra? Van-e benne free roam? Hogy esetleg, hogyha valami tárgyat nem emlékeztünk meg, akkor mondjuk azt most meg tudjuk tenni. Ó, és ide rak vissza. Akkor viszont most az fog következni, hogy megnézzük a másik endinget is. Mert ez volt ugye, ha jól sejtem, a jó befejezés, hogy az emlékeket visszaadtuk a világnak. Mert ugye az egész játék arról szólt, hogy a világ kezd megfeledkezni bizonyos dolgokról, és az emlékek
amik, ahogy megfakulnak, úgy pixelesedik minden. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha én elfoglalom a trónt. Aha, már látom, mi lesz. Ugyanúgy romba döntöm az egész világot, mint az előző hős. Jó, a kreditet nem nézzük meg újra. Jó, tehát akkor megnéztük mind a két befejezést. Van benne free roam, nagyszerű. Hogy látom, New Game Plus az nincs. Nem baj. Na, hát akkor srácok, ezt befejeztük. Szép volt, jó volt, király volt. Én élveztem minden percét. Tényleg zseniális egy játék, minden fillért megért. Úgyhogy mondom, még egyszer és utoljára bátran ajánlom mindenkinek. Én viszont most elköszönök, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok. Ja, és kösz, hogy velem tartottatok.